Kevesen tudják, de Adolf Hitlernek voltak testvérei, akikről nem igazán beszélt a környezetében, sőt a nyilvánosság előtt nem is hangoztatta soha se rokoni kapcsolatait. A kérdés, hogy vajon mi oka lehetett a Führernek erre? Ebből a videóból most megtudhatjátok. Tartsatok velem! ahhoz, hogy megértsük a náci Németország vezetőjének titkolózó szándékát, érdemes talán néhány generációval korábbról megvizsgálni a Hitler családfát. Az ausztriai német família legrégebbi ismert tagja volt Stefan Hitler, aki feleségül vette Agnes Kapellert. Az ő unokája volt az 1762-ben született Martin Hitler, aki Anna Mária vette feleségül. A házasságukból három gyermek született. Lorenz, Johann Georg és Johann Nepomuk Hitler. Ebből a három fiúból utóbbi kettő testvér lesz nekünk nagyon fontos, ugyanis Johann Georg Hitler apjának mostoha apja, míg Johann Nepomuk pedig az anyai nagyapja lett Adolf Hitlernek. A Hitler család az ausztriai Weitra városából származott, Johann Georg és Johann Nepomuk, ha bár pedig több úton is kötődik Hitlerhez rokoni szempontból, mégis a rokonsági viszonyuk erősen kétséges. A náci Németországban Johann Georg Hitlert ismerték el Adolf Hitler hivatalos apai nagyapjaként. Hogy ő volt-e a biológiai nagyapa? Az rejtély. Johann Georg 1824-ben vette el az első feleségét, de öt hónappal később belehalt a gyermekszülésbe. 1842-ben vette feleségül Mária Anna Schickl-Grubert, és így ő lett a nő vélhetően korábbi kapcsolatából született öt éves fiának, Alois Schicklgrubernek a mostoha apja. Egyes feltételezések szerint a mostoha gyermek Johann Georg testvérétől, Johann Nepomuktól van. Mária Anna öt évvel később elhunyt és Johann Georg magához vette a gyereket. Innentől a fiút Alois Hitlernek hívták, a felvett vezetéknevét a hivatalos irataiban már Hitlerre egyszerűsítették. Alois örökbefogadását az is magyarázhatja, hogy Johann Georg lehetett a vérszerinti apa, aki az első feleség halála után akarhatta felvállalni titkolt kapcsolatát és az abból született fiút, de erre nem találtak a mai napig elég bizonyítékot, mivel amellett is erősek az érvek, hogy a testvére, Johann Nepomuk gyermekét fogadta örökbe. Ugyanakkor Johann Georg Hitlert Alois örökbefogadása miatt elismeri a történetírás hivatalosan is széles körben, hogy ő Hitler vér szerinti apai nagyapja volt. Alois Hitler 1869-ben egy Tekla Pence nevű hölgynek udvarolt, akitől egy kislánya született még ebben az évben, de soha nem vette őt a nevére. A gyermeket Terézia Pence-nek nevezték el, felnőtt korában egy John Raymer nevű férfi felesége lett és hat gyermekük született. Alois Hitler 36 évesen házasodott 1873-ban először, az 50 éves Anna Glasshörert vette feleségül, aki egy kereskedő családból származott. A nő már akkor nagyon beteg volt és átkívánkozott a túlvilágra, amikor feleségül vette, így Alois már egy éven belül talált magának egy szeretőt a 19 éves Franciska Matzelsberger személyében. Ő a Pommerinben volt cseléd Braunauamim városában. Alois a tetőtérben vett ki magának egy szobát, hogy nyíltan is elét adja feleségének arra, hogy milyen szándékkal tartózkodik ott. Ez vezetett ahhoz, hogy 1880-ban a polgári házasságukat közös megegyezéssel felbontották. Alois erre az időre 43 éves lett, és szerelmét a katolikus egyház által elfogadott korábbi templomi esküvő miatt nem vehette feleségül, hiszen a katolikus vallás szerint, amit Isten egybekötött, ember szét nem választhatja, vagyis válni nem lehet. Ebben az értelemben Alois első házasságon kívül született gyermekét Franciszka hozta a világra. Ezt a fiút szintén Aloisnak hívták, de csak az anyja család nevét vehette fel. 1883-ban Alois felesége Anna meghalt, így semmi sem akadályozta, hogy Alois ezúttal újra házasodjon. Az első feleség halála után egy hónappal a 45 éves Alois elvette a 21 éves Franciszkát, és nevére vette a saját fiát is. Franciszka két évvel az esküvő után Bécsben megszülte Angela Hitlert. Ekkor a feleség csak 23 éves volt, és egy tüdőrendellenesség jelentkezett nála. Olyannyira lebetegedett, hogy a tüdő működése teljesen leállt. 1884-ben hunyt el. Ebben az időszakban már a Hitler családnál szolgált egy Clara Pölcl nevű hölgy, aki házvezetőnő volt. A hölgy Alois apai mostoha nagybátyjának, Johann Nepomuk Hitlernek a 16 éves unokája volt, és mellette nem kizárt, hogy az öreg Nepomuk még a lány biológiai apja is volt, vagyis Alois unokatestvére, és egyben még félig unokahuga is volt. Ha azonban igaz az elmélet, mi szerint Alois apja Johann Nepomuk, abban az esetben Alois és Clara féltestvérek voltak. Amikor Franciszka már nagyon beteg volt és nem tudott a gyerekekkel foglalkozni, akkor Clara pölcsül viselte a gondjukat. Alois mikor látta, hogy Franciszka a halálán van, Megkörnyékezte Klárát, és ezt a szándékát a Hitler családon belül nem is leplezte. Amint kiderült, hogy gyermeket várnak, mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy a nőt feleségül vehesse, de akkor még Franciszka élt. Ezért szép lassan kivárták Franciszka Maslberger halálát 1884-ben, vagy miután lezajlott a temetési szertartás, Alois kitagadta a család, így jogilag nem volt már Klára unokatestvére. Alois Hitler egy humanitárius segélylevelet fogalmazott meg a katolikus egyháznak, amiben az egyház engedélyét kérte arra, hogy unokatestvérét, Klára Pölszlüt elvehesse feleségül. Az engedélyt megkapták, és 1885-ben kötöttek házasságot, és ha bár boldogok voltak, Klára Alois továbbra is a bácsikájának szólította. Öt hónapnyi házasság után Klára megszülte az első fiúkat, Gustav Hitlert, 1886-ban pedig a lányukat, Idát. 1887-1888 telén Gustav és Ida diftériában halt meg. Gyakorlatilag Alois és Klára közös gyermekei három évnyi házasság leforgás alatt mind meghaltak, még Alois és Franciszka gyermekei Alois és Angela jó egészségnek örvendhettek. Erre az időre tehető, hogy Klára újra megesett, és 1889. április 20-án világra hozta Adolf Hitlert. Van egy testvér, akit azonban érdemes külön kezelnünk. Őt Otto nak hívták. 1887-ben született, de néhány nappal később elhunyt. Néhány éve egy kutatócsoport viszont alaposabban utána járt a dolognak, és Otto Hitler valójában nem a bátyja volt a Führernek, hanem valószínűleg az öccse. A náci vezető ugyanis a családjával kapcsolatos dolgokat megmásíthatta utólag, ugyanis a családban Otto Hitler, aki az új bizonyítékok tükrében 1892-ben született, hét napig élt és vízfejűséggel született, ami a vesztét okozta. Adolf Hitler számára ez a gyermekkori trauma vezethetett ahhoz, hogy 1939-ben bevezetteti az eutanázia törvényt, vagyis engedélyezte az eutanáziát azoknak a pácienseknek, akik egy életen át tartó testi vagy szellemi fogyatékossággal kellene leéljék az életüket. Adolf nagyon betegeskedő gyermekként született, anyja három gyermek elvesztése után óvta szinte mindentől, míg az 51 éves Alois nem tulajdonított nagy jelentőséget ennek, kihátrált a neveléséből is. Leginkább a kocsmában élt társasági életet vagy a méhészetében dolgozott. 1892-ben Alois Passauba költözött, majd 1894-ben Linzbe ment. Ebben az évben született meg Edmund Hitler, és amíg a gyermek nem vált elég mobilissá, addig Lára a gyerekekkel passau maradt. 1895-ben a család egy tanyára költözött, Haffeldben, amit Rausergútnak hívtak. Alois 58 évesen itt vonult nyugdíjba és földművelésből próbált megélni a családjával, de rengeteg pénzt vesztett, és a telek elértéktelenedése is nehézségeket jelentett. 1896-ban született meg a következő gyermek, Paula Hitler. Alois rendkívül rossz viszonyban volt erre az időre Klárával, alig beszéltek egymással és gyakran bántotta a gyerekeket. Ha a rossz napja volt, akkor vagy az édesanyját, vagy valamelyik gyereket kinézte magának, és a többiek szeme láttára otthon verbálisan és fizikailag bántalmazta. Az ifjabb Alois Hitler 14 évesen heves vitába szállt az apjával és elszökött otthonról. Az apa dühösen kijelentette, hogy a gyereket nem fogja jobban támogatni a törvényileg előírt minimumnál, amit egy szülőtől megkövetelnek, vagyis ha ő meghal, ő fogja a legkevesebbet örökölni. 1900-ban Edmund Hitler, a legkisebb gyermek a családban, kanyaróban elhunyt. Alois innentől Adolfra szegezte a tekintetét, és nem akart több engedetlenséget megtűrni a házában, és olyan karriert is szánt neki. Adolf viszont nem akart olyan életet választani, ahol folyamatosan mások által előírt szabályoknak kell megfelelni, így a szülei által kiszemelt közalkalmazotti pálya sem volt éppenséggel kedvező neki. Ez a lázadás az apja iránti ellenszenvéből fakadt. Végül Alois Hitler 1903-ban elhunyt, és a család, habár anyagi nehézségekkel kellett szembenézzen, a lelki terror alól felszabadultak. Innentől Adolf Hitler történetét valamennyire ismerjük. Festőművész akart lenni, de a bécsi művészet nem láttak benne fantáziát, részt vett az első világháborúban katonaként, majd onnan sérültként hazatérve szembesült azzal, hogy az osztrák-magyar monarchia és a német császárság elvesztette a háborút. Csalódottságában a megoldás nem a későbbi német Weimári köztársaságban, hanem a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártban látta, politikai karriere felfeleivel és rövidesen a náci Németország teljhatalmú vezetője lett, kirobbantotta a II. világháborút és emberek millióinak halála köthető a nevéhez. No de nézzük meg a testvéreit, akik idővel felnőttek. Az ifjabb Alois Hitler 14 évesen szökött meg a családtól és néhány hónap múlva Írországban bukkant fel, és felszolgáló inasként dolgozott Dublinban a Shelburne Hotelben. Mivel lopáson kapták rajta, ezért 1900-ban 5 hónap börtönt kapott, 1902-ben visszaesőként 9 hónapot ült. 1909-ben megismert egy ír hölgyet, akit Bridget Darlingnak hívtak. A Dublini lovas bemutatón ismerkedtek meg, és 1910-ben Londonba utaztak, és megházasodtak. A lány apja Aloist emberrablással vádolta, de Bridget ezt cáfolta. Liverpoolban telepettek le, és ott született 1911-ben fiúk, William Patrick Hitler. Alois egy éttermet nyitott a Dale Street-en, egy panziót a Parliament Streeten és egy hotelt a Mount de minden vállalkozása kudarcot vallott. 1914-ben hirtelen felindulásból ott hagyta a családját, és a német császárságba költözött, hogy ott nyisson egy új vállalkozást, ami az akkor népszerűvé vált biztonsági borotvákkal szerzett volna nagy hasznot. Az ír családja habár csatlakozni akart hozzá, de a kitört első világháború miatt ez nem történhetett meg. Alois ebbe beletörődve, és miután egy olyan hamis hírt kapott, hogy a felesége állítólag meghalt, 1916-ban feleségül vette Hedwig Heidemant. 1920-ban született tőle fia, Heinrich Hitler, majd 1924-ben Alois Bigelmiával vádolták, miután kiderült, hogy van egy felesége és családja Nagy-Britanniában. Bridget részéről viszont ejtették a vádat, a fia William Patrick Hitler pedig apjával ment a weimári németországba az új családjához. A II. világháború alatt egy éttermet működtetett, amit a brit katonák megszálltak, és előállították őt a Führer testvéreként. Az ellene szóló vádakat végül ejtették. Via Heinrich viszont náci pártag volt és katonaként 1942-ben a Szovjet fronton esett el. Ifjabb Alois Hitler később nevet változtatott, és Alois Hillernek hívatta magát. 1956-ban hunyt el Hamburgban. Angela Hitler 1903-ban férjhez ment Leo Ravalhoz, és három gyermeke született tőle. Leo, Geli és Elfriede. Geli 17 évesen 1925-től Hitler házvezetőnője volt, míg Angela pedig Adolf Jóvoltából 1928-ban szintén kapott egy házvezetőnői állást a Berghof villában. Gelit ebben az évben Adolf Hitler a saját Müncheni lakására költöztette, hogy onnan járhasson a lány orvosi egyetemre, amit végül nem fejezett be. Erre az időre tehető, hogy Adolf belehabarodott Angela lányába, és gyakorlatilag saját tulajdonaként kezelte. Mikor megtudta, hogy a saját sofőre udvarol a lánynak, ráparancsolt Gelire, hogy ezt a viszony sürgősen szüntesse meg. Adolf ezzel az erőszakos viselkedésével Angela lányát öngyilkosságba kergette. 1935-ben Angelát kidugták a házvezetői állásából, mikor Eva Braunon gúnyolódott. 1936-ban férjhez ment Martin Hamitshoz. Angela teljesen elhidegült Adolftól. A második világháború alatt nem is keresték egymást, főleg azért, mert Angela nem örült annak, hogy a Führer Eva Braunnak udvarol. Ennek ellenére Angela volt a család fő kapcsolattartója Adolfal, mivel a náci vezető senkivel se akart beszélni a családból, rajta keresztül üzentek. 1941-ben Angela Hitler ezért adott ki egy könyvet, amiben a fiatal éveiről mesélt és arról, hogy milyen volt a Führer testvérének lenni. Hitler egyenesen utálta Angela új férjét, ezért nővérét csak Frau Hamicsként emlegette innentől, míg közvetlenebb társaságban, ha a szóba került Angela vagy Huga Paula, mindkettőt ostoba tehénnek nevezte. 1945 tavaszán Adolf Angelát átköltöztette Berchtesgadenbe, hogy elkerülje a szovjet fogságot. Százezer birodalmi márkát kapott még, hogy el tudja magát tartani. Hitler végrendeletében Angelára a havi ezer birodalmi márkát biztosított. Azt nem tudni, hogy ezt az összeget ő bármikor is megkapta volna, mivel a svájci bankszámláját befagyasztották és az amerikai kormány tette rá a kezét. A Führer halála után is testvéréről végig tisztelettel beszélt, és tagadta, hogy ő vagy Adolf egyáltalán tudott volna a holokausztról annak ellenére, hogy a Führer által írt utolsó dokumentumokban Hitler bevallotta, hogy az ő parancsára hajtották végre ezt a szörnyűséget. Angela Hitler 1949-ben hunyt el, stroke 66 évesen. Paula Hitler 1914-ben Bécsbe költözött és titkárnőként dolgozott, Adolfal igyekezte nem tartani a kapcsolatot, mivel Bécsben híre ment annak, hogy a művészetén való bukása ellenére festőművészként próbált elhelyezkedni Bécsben és Münchenben, a katonai pályafutása után pedig egyszerűen a politikai állásfoglalása lesz számára kisétaszító. taszító. Az 1920-as években Adolf a politikai karriere kezdetén meglehetősen pozitív fogadtatást kapott, így Paula is igyekezte vele aztán felvenni a kapcsolatot, de a hirtelen növekvő hírnév hatására Adolf végül nem kereste a társaságát. Paula házvezetőnőként dolgozott, és jellemzően zsidó egyetemisták otthonait tartotta rendben. Paula ebben az időben Hitlernek írta a vezeték nevét. Összesen egyszer találkoztak az 1920-as években. 1931-ben találkoztak végül egy kisebb beszélgetés erejéig Bécsben, majd találkájukat éves szinten megismételték 1941-ig. Ebben az időszakban kérte Hitler Paulát, hogy használja a Wolf vezetéknevet mert nem akarta, hogy tudja, bármi közük lenne egymáshoz. Ráadásul 1930-ban a vezeték neve miatt vesztette el a nő az állását, azért, hogy hugát kárpótolja, Hitler havonta küldött neki pénzt. Paula osztotta aztán később bátyja politikai véleményét, ugyanakkor soha nem volt pártag, és aktivista sem volt. Hitler 1945 tavaszán 100 ezer birodalmi márkát juttatott el neki, hogy el tudja magát tartani. Martin Borman utasítására költöztették át őt is Bertelsgadenbe. Paulát az amerikai hírszerzés végül elfogta. Az ausztriai házát szovjetek szállták meg, míg a bécsi lakásán amerikaiak állomásoztak. Azért, hogy szót értsen velük, elkezdett angol nyelvleckéket venni. Nem tudta elhinni, hogy a testvére utasítására követték el a németek a holokausztot. A hírszerzésnek árulta el, hogy életében csak egyszer találkozott Éva Braunnal. Az amerikai fogságból szabadulva visszaköltözött Bécsbe, ahol egy ideig a megtakarításaiból próbált megélni, majd egy papírírószerboltban vállalt munkát. 1952-ben Berthes Gadenbe költözött, és egy két szobás lakásban élt, Paula Wolf állnéven. Ezt a vezetéknevet Adolf Hitler használta, ha nem akart nyilvánosan mutatkozni valahol. Az itt töltött ideje alatt felvette a kapcsolatot egykori SS-tagokkal, és Adolf Hitler belső körének túlélőivel. 1959-ben interjút adott a brit televíziónak, ami az egyetlen filminterjú volt, amivel elkészült. A beszélgetés során csak Hitler gyermekkoráról esett szó. 1960-ban hunyt el, Sőnauban, 64 évesen. Nos, ennyire lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse a minden közösségi oldalamon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a Youtube csatornatagsági felületén keresztül, illetve Patreon formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!